Támadás alatt Ukrajna. Merre nyomulnak előre az oroszok? Rendkívüli háborús hírek a Trend FM-en. A reggeli órákban lehetett arról olvasni, hogy úgy tűnik, hogy Toreck városába is betörtek az orosz katonai alakulatok. Egyrészt ez mennyire volt várható, másrészt mennyire érződik az, hogy meglódult az orosz-ukrán front, és most bizonyos területeken tényleg hátrálni kényszerülnek az ukránok? Igen, ugye mostanában egyre több hír van arról, hogy bizonyos ukrán települések, amelyek éveken keresztül tartották magukat, feladják azt a harcot, és az ukrán erők kivonultak. Ugye legutóbb Bukledár volt kénytelen elhagyni az ukrán haderő, miközben tényleg éveken keresztül egy nagyon fontos erődítménye volt az ukrán védelemnek. A Toreck-nek az elvesztése hónapokon keresztül a levegőben lógott. Tavasszal történt a környéken egy jelentős orosz áttörés, ami teljesen ellehetetlenítette a városnak, vagy hát egy ilyen kis településnek a helyzetét és az ellátását, az utánpótlását. De nyárra az ukrán erőknek sikerül stabilizálni a helyzetet, és akkor az oroszok máshol próbálkoztak. Tehát egy darabig az oroszok Pokrovszk irányába fókuszáltak, majd pedig ugye Vuhledárra próbálkoztak, ami sikerült is, és Vuhledár elesése után csoportosították át az erőket, és az erőforrásokat Toreck irányába is. Ott úgy tűnik, hogy hát még nem foglalták el, de valóban elérték a város külső részeit, és most ott folynak harcok. Ugye mindez annak köszönhető, hogy az év elején Ukrajnában egy jelentős lőszerhiány lépett fel. Az Egyesült Államoktól nem érkezett meg ez a támogatás, hogy a hónapokon keresztül ment a húzavona, és a legtöbb orosz siker, ami megalapozta a front jelenlegi állását, a tavasszal keletkezett. Magyarán akkor ez ennek a folyamánya? A tüzességi lőszereknek a hiánya tavasszal lépett fel, és ez alapozta meg az orosz sikereket. Tehát amit most látunk, az gyakorlatilag ennek a lőszerhiánynak az eredménye. Miközben ugye most a fronton viszonylag jó a tüzérségi paritás, egy a kettőhez, egy a háromhoz, tehát mindig fölényben vannak az oroszok, de tavasszal az ilyen egy a tízhez, egy a tizenkettőhöz volt, ami hát nem kedvezett ugye az ukrán védelemnek. Általánosságban elmondható, hogy most a következő hetek, hónapok erről szólnak, lassú ukrán hátrálásról, és leginkább azt próbálja az ukrán haderő, hogy ne omoljon össze teljesen a front, vagy ennyire azért nem rossz a helyzet ukrán szemszögből? Annyira talán nem rossz a helyzet, rosszá válhat. Itt magának a Pokrovsznak a helyzete az, ami kérdéses. Itt ugye nem arról van szó önmagában, hogyha valaki ránéz a térképre, nem arról van szó, hogy ezek az orosz áttörések, ezek nem tudom, az ukrán védelmet, az ukrán erődítményrendszert teljesen áttörik, és ellehetetlenítik. És onnantól kezdve, hogy meg sem állnak, hogy pedig nem arról van szó, hanem inkább arról van szó, hogy az ukrán utánpótlásokat, az ukrán ellátási vonalakat nehezítik meg, hiszen azok a települések, amelyek eleséséről most hallunk, arról voltak ismertek, hogy nyugati fegyverszállítmányok ezekben a településekben érkeztek, és a vasúthálózaton keresztül tovább tudták küldeni ezeket a front különböző városaiba, településeibe. Tehát az ukrán ellátás szempontjából volt nagyobb jelentőségük. Pokrovszk ilyen szempontból kulcsfontosságú, mert a Bahmut melletti Csaszivjár, ugye ezzel is próbálkoznak az oroszok évek óta, vagy legalábbis Bahmut elesése óta, nem tudták eddig elfogalni. Csaszivjár és Donbass más településeinek az ellátása hát leggyorsabban, legkönnyebben vasúton keresztül történik, és Pokrovszk egy ilyen vasúti csomópont, több vasútvonal fut át Pokrovszkon keresztül. Jellemzően a katonai szállítmányok megérkeznek Lengyelországon keresztül, ugye ez a leggyakoribb útvonal, Lengyelországon keresztül megérkeznek Nyugat-Ukrajnába, majd pedig jönnek Donbass, ugye vasútvonalon keresztül ezekbe az EOSZTO központokba, és onnan mennek tovább a front különböző városaiba. Tehát hogyha ezeket az EOSZTO központokat lehetetlenítik el az orosz erők, akkor sokkal nehezebbé válik az ukrán utánpótlás, sokkal lassabbá válik, sokkal nehezebbé válik. Tehát talán ez a kulcsfontosságú kérdés. Nem az, hogy nem tudom, onnatok ezzel, mint a dominó esik össze védelem hiány, mert hogy nem tudom, az oroszok beveszik az ukrán erődítményeket, hanem itt az utánpótlás a kulcskérdés. Tehát valóban, hogyha Pokrovszk keresik, akkor ez sokkal nehezebbé válik. De hát Pokrovszk egyébként egy Bahmut méretű város, 60-70 ezeres város békeidőben,
erre még várni kell, és valóban fontos lenne, hogy az ukránok találnának valamilyen módot arra, hogy megerősítsék mondjuk Pokrovszkot, és tartalékok bevonásával stabilizálják valahogy a helyzetet. Nyilván nem mindent tudunk, ami történik a fronton, minden fegyvernek a bevetését, hogy zajlik. Valamit gondolom én, még az ukránok se annyira propagálnak, hogy ne veszítsék el a taktikai előnyüket, de túl azon, hogy bejelentések szerint cirkáló rakéták elleni légvédelemre használta az F-16-osokat Ukrajna, azt a párat, ami ideig bejött. Éles bevetésen, vadászbombázóként, mondjuk orosz alakulatok ellen nem használták eddig az ukránok? Nem. Úgy tűnik, hogy egyelőre még ilyen bevetésre nem került sor. És valóban kicsit hát nem visszásnak, de hátrányosnak tűnik, hogy az F-16-os gépeket elsősorban légvédelmi célokra használják most, hát erre is nagy szükség volt, hiszen Oroszország hónapokon keresztül tartalékolt. Ugye tavasszal voltak utoljára nagyobb orosz rakétatámadások, aztán ugye néhány héttel ezelőtt pedig ismét megindította a támadásokat Oroszország az ukrán kritikus infrastruktúra és a katonai célpontokkal szemben. És az F-16-osok most jelenleg ezt a kiegészítve az ukrán légvédelmi rendszert, ezt a védelmi szerepet töltenek be. Ugye nem érkezett még be az összes Ukrajnának felajánlott F-16-os repülőgép, tehát ennek csak egy töredékéről beszélünk. Ezzel a, ugye itt is a források eltérnek, nagyjából egy tucat repülőgépről beszélhetünk, amelyek már beérkeztek Ukrajnába. Feltételezem, hogyha megérkezik fokozatosan a teljes mennyiség, ezt elvileg a végéig ígérik. Ha beérkezik a teljes felajánlott mennyiség, akkor ilyen fronton, a front mentén lévő támadó célokra is fogják használni ezeket a vadászgépeket, nem csak légvédelem céljából. De egyelőre ugye ki is kell védekezni ezeket az orosz rakétatámadásokat, és kevés is van ezekből a gépekből, úgyhogy valószínűleg ezért látjuk a használatokat ilyen télen elsősorban. Orosz szemszögből mi lehet a következő pár hétnek, vagy akár évvégéig a forgatókönyv szerinted? Megpróbálják a logisztikai csomópontokat, a nagyobb városokat elfoglalni, hát ha így összeomlik az ukrán védelem, és mondjuk be kell belezni azt a négy régiót, amit legalábbis orosz jog alapján maguknak szeretnének az oroszok, vagy ennél kisebb katonai célok lehetségesek ezeknek az elérése év végéig? Hát a középtávú stratégiai cél az oroszok számára Donbassnak az elfoglalása. Az orosz narratíva alapján, legalábbis amit legutóbb júniusban Vladimir Putyintól tudtuk meg, a négy ukrán régiónak a teljes elfoglalása lenne a hosszú távú cél. Ez nem tűnik túlságosan reálisnak, hiszen a négy régió közül háromnak a területének nagyjából fele van orosz területről. A régió, a négy régió közül kettőnek a megyeszékhelye, Herszon és Zaporizhzja nincs orosz kézen, és ezek ilyen több százezres városok, tehát nehéz elképzelni rövid perspektívában az elfoglalásukat. Vélhetően Donbassra, ugye Donetszk és Luhansk megyék teljes mértékű elfoglalására fognak fókuszálni. Pokrovszk és Csaszivjár lesz a következő két fontos célpont. És hát a rövid távú cél pedig az, hogy minél nagyobb műveleti szintű eredményt szerezni az év végéig, amíg az amerikai elnökválasztások utáni helyzet kialakul, feláll az új amerikai adminisztráció, bármelyik is legyen az, ez nemzetközi kapcsolatok szempontjából nem mindegy, hogy republikánus vagy demokrata adminisztráció áll fel, mindenki kivár. Ilyen szempontból nem csak az oroszok, hanem lehet Európában is figyelnek az amerikai elnökválasztások eredményére, és attól függően, hogy ki lesz a győztes, attól függően alakítják ki a stratégiájukat Ukrajnával kapcsolatban. De az biztos, hogy az oroszok az amerikai elnökválasztásokig, vagy pontosabban azok az új adminisztráció felállásaig próbálják elérni a lehető legtöbbet, és utána már, ha bármilyen tárgyalásokra kerül sor, akkor már ennek a birtokában
mennek, ülhetnek úgy oda a tárgyalóasztalhoz, nem tudom, hogy ennek még vissza kevés a realitása, de hát bármilyen, tehát 20-25-ben ez akár el is jöhet ez a pillanat, és akkor a lehető legtöbb eredménye mennek oda a tárgyalóasztalhoz. Tehát vélhetően ez a közép és rövid távú perspektíva, amit látni fogunk a fronton. Év végéig vajon a saját területükről, Kurszkból ki tudják szorítani az ukránokat, az oroszok? Nekem úgy tűnik, hogy ezt a kérdést némileg elengedték az oroszok, már a kurszki területek visszaszerzésének a sürgősségét. Tehát folynak ott harcok, nem túl nagy intenzitással, továbbra is ugye nagyjából, amennyit legalábbis a műhold felvételek alapján láthattunk, nagyjából hogy 1100 négyzetkilométer körüli területet kontrollálták ukránok a kurszki területeken, és még mindig 1000 négyzetkilométer felett vannak. Tehát 4-5 kis települést foglaltak vissza az oroszok a 92 ukrán kézen lévő településből. Ugye volt egy olyan ígéret, hogy októberig Kurszkot vissza kell szerezni, hát ugye október 8-át írjuk, és ez még nem történt meg, viszont a felmérések alapján, pont a múlt héten készített orosz felmérést láttam, az orosz lakosság gyakorlatilag közömbös. Tehát nyilván azok, akik nem azokon a területeken laknak, ahonnan ki kellett költözniük, hanem Oroszország más területein. Tehát gyakorlatilag a Kurszknak a kérdése, hogy feledésbe merült, vagy legalábbis lekerült a napirendről, és ilyen szempontból az oroszoknak nincs egy ilyen égető, ilyen sürgősségi faktor, hogy visszaszerezzék mielőbb ezeket a területeket. Ott tartják az ukrán erőket, az ukránok folyamatosan rotálják, és pótolják a tartalékokkal a Kurszban állomásozó erőket, az oroszok végül is lefogták, ott tartják őket, viszont nem úgy tűnik, hogy sietnének a terület foglalásával. Támadás alatt Ukrajna. Merre nyomulnak előre az oroszok? Rendkívüli háborús hírek a Trend FM-en.